Igen, nagy öröm, amikor a mostani fiatalok, akikre azt mondják, hogy ülnek a számítógép előtt, az okostelefon előtt, és azt nyomkodják, ehelyett számos lehetőség adódik számukra, mint például most is itt vagyunk Tiszavasvárban, a Találkozások házában, és egy új lehetőségről szeretnénk számot adni, vagy bemutatni. Először is egy bemutatkozást kérnék szépen. Pallai Zsolt Szabolcs vagyok, a Hajdúnárási Főnix Tánciskolának vagyok a művészeti vezetője. Most egy kicsit bővebben magadról, mert úgy hallottam, hogy nem csak ennyi között van a tánchoz, hanem... A Magyar Táncművészeti Egyetemen diplomáztam táncpedagógusként, így próbálok ezzel foglalkozni. Nagyon sok helyen megtalálhatóak vagyunk, így 2019. szeptemberében megnyitottuk a kapuinkat itt Tiszavasváriban is. Kicsit beszélgessünk a stílusról. Tehát ha valaki azt mondja, hogy lehet, hogy érdekelne, viszont jó lenne tudni, hogy mi is az, amit csináltok. A modern tánc stílusra épülő divattáncokat tanulhatnak itt a gyerekek, amit a mai napig használnak ezeket a videoklippekben, hip-hopnak is szokták ezt nevezni, de ez egy ilyen csúnya szó rá, úgyhogy mi divattáncoknak hívjuk, és ezeknek a stílusait tanulhatják itt a gyerekek. Hány éves egy ilyen táncművészeti egyetem? 3+2, egyetemi szintű képzés folyik itt, úgyhogy 3 év az alapdiploma és +2 a mester. Akkor a csárdás tangókeringünk kívül más is tanultatok. Igen, igen. Beszéljünk egy kicsit magáról az iskoláról. Eljön valaki, teljesen mindegy, hogy mikor csöppen be a többiek közé, vagy pedig fontos az, hogy szeptemberben a kezdéskor? Folyamatos csatlakozási lehetőség van nálunk. Iskolánk több mint 11 éve van már jelen a szakmában. Most nyitottunk ugye meg itt Tiszavasváriban. Szeptemberben 9 fővel indult el a gyermekcsoportunk. Próbáljuk bővíteni ezt a létszámot, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, bármikor be lehet csatlakozni hozzánk. Természetesen az új koreográfiákat mindig vagy fél év elején, vagy pedig a következő fél évben tanulják a gyerekek. Nagyon fontos azt elmondani, hogy mi az a korosztály, akit igazából szeretnétek itt látni. 4 éves kortól várjuk a jelentkezőnket, ugye jelenleg csak egy gyermekcsoportunk van, ez 4 éves kor és 8 éves kor között vannak itt a gyerekek, viszont szeretnénk természetesen junior kategória felé is nyitni, ahova az idősebb gyerkőcök is jöhetnek. Mesélj már valamit máshol, ahol szintén jelen vagytok, és ott vannak ezek is tök maguk. Mit tudtok kezdeni velük? 4 éves kortól tanítunk, ugye? A Hajdúnánáson több korcsoportban is jelen vagyunk, 4 korcsoportban dolgozunk, velük már versenyekre is járunk, nagyon szép eredményeket értek el a gyerekek. A legjobb eredményeink közé tartozik az a 2019-es Európa-bajnokságon első helyet értek el. 3 csoportunk is ezen a helyen végzett. Most itt az ideje annak, hogy egy kicsit lehet dicsekedni. Milyen sikereket értetek el eddig? Számos sikert elértünk már, több országban is felléptünk. 2008 óta veszünk részt egy szövetségnél Európa-bajnokságon, ahol 7 éve folyamatosan az első helyen végzünk. Készülünk most is a 2020-as Európa-bajnokságra, ami idén Balatonfüreden kerül majd megrendezésre. Számos fellépésen részt vettünk már nagyon sok városban, külföldön is. Próbálunk mindig a gyerekeknek teret adni arra, hogy utazzunk és együtt csoportként működjünk, és próbáljunk több várost felfedezni. Mi van akkor, mondjuk én egy nagyon jól menő zenekar vagyok, és azt mondom, hogy szeretnék tőletek megrendelni videókliphez háttértáncosokat, sőt, kész koreográfiát. Erre is van természetesen lehetőség. Számos falunapon, bálon felléptünk már, úgyhogy kész műsoraink vannak. Ezek is megrendelhetőek, illetve természetesen, ha felkelnek minket bármilyen rendezvényre, akkor szívesen vállaljuk ezeket. Ha én most lennék kicsi fiú, bizisten eljönnék ebbe a tánciskolába, hiszen ilyen szép, fiatal és csinos tanárnéni van, tánctanárnéni. Egy bemutatkozás, légy szíves. Pallai Krisztina vagyok.
Testvérek vagytok? Igen. Gondoltam a nevetekből. Krisztina, beszélgessünk az itteni tanfolyamról, vagy oktatásról, vagy egy, nem tudom, minek lehet ezt nevezni. Hétfőnként vagyunk 5:30-6-ig. Az első részben bemelegítéssel szoktunk kezdeni. Nagyon sok játékos gyakorlat van az órán, mivel kicsik vannak a csoportba. Szeptembertől most fejeztünk be az első táncunk, egy hip-hop koreográfiát tanultunk meg, és a második fél évtől pedig egy modern táncot fogunk megtanulni. És így létrejön, hogy a gyerekek meg tudják majd nézni, hogy a hip-hop stílus és a modern tánc stílus mennyire különbözik. Tehát mind a két tánc más stílus. Hát nyilván táncot tanítottuk, ezért benne kell lenni a napjaink zenei stílusában is, mert gondolom én, aki nem ért hozzá, olyan zenét kell választani, ami megfogja a fiatalokat, és szívesen táncolnak rá. Igen, például a játékos gyakorlatoknál is sokszor megszoktam tőlük kérdezni, hogy mondjanak nyugodtan zenét, amire szeretnének táncolni és játszani, és akkor így ők nagy örömmel mondják a mostani zenéket, tehát ők sokszor sokkal jobban tudják, mint például mi. Hogy megy ez, mondd már, hogy meghallasz egy zenét, egyből már a lelki szemed előtt látod a mozdulatokat, beindul az agyad, és hip-hop kész a koreográfia? Koreográfiát sokkal könnyebben tudok összerakni úgy, amikor a csoport jelen van, mert nagyon be kell térformázni a koreográfiákat, és úgy sokkal jobban látjuk, igen, látom, hogy hogyan kell betérformázni. Otthon is szoktam koreográfiát létrehozni, de sokkal nehezebb, tehát csoportban az órán sokkal könnyebb létrehozni ezeket a táncokat. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead. I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh! Mit szeretsz jobban, ha fiúk vannak többen, vagy ha lányok vannak többen? Ezekben a stílusokban nagyon jó, hogyha van fiú, és a gyermekkorosztályokban szokott is fiú lenni. Tehát már inkább a nagyobb korosztályokban nem nagyon van fiú, de itt még a gyerekcsoportokban még jönnek. Uh-huh. Általános iskolákban van sikeretek? Vagy szoktatok járni, így csalogatni, hívogatni az iskolába hozzátok? Nem nagyon szoktunk járni, mert a gyerekek egymást szokták hozni. Tehát elmennek iskolába, és elmondják, hogy ők előző nap hol voltak, ebbe a tánciskolába járnak is, és így sokkal jobban elmegy a híre, hogy jöhetnek ők is táncolni. Úgyhogy igazából így jött létre a csoport is, hogy egymásnak szóltak, és jöttek. Az elképzelhető, hogy mondjuk eljönnek ide hozzátok, megtanulnak egy bizonyos koreográfiát, és ha netán csinálnak osztálybulit, azt fel tudják használni, vagy például egy farsangi bálon ők saját maguknak. Így van, farsangon elő lehet adni, és igen, igen, igen. És te szoktál táncolni? Igen, folyamatosan minden nap van órám, tehát minden nap oktatom, és 16 éve oktatom a táncot. Mindenféle stílusban oktatom a táncokat, modern tánc, hip-hop, keringő, és hastáncot is oktatok a felnőtteknek Miskolcon. Ez abszolút nem a reklám helye, de mondjuk el, hogy kiket szeretnétek esetleg, ha most ez a beszélgetés felkeltette a érdeklődését a fiataloknak, kiket vártok ide korosztálytól, nemtől függetlenül? Mindenféleképpen Ovis nagy csoporttól és egészen a 8-os korosztályig, tehát általános iskolások jöhetnek. És akkor a végén egy összegző. Szeretettel várunk mindenkit a találkozások házában. Minden hétfőn 5:30-6 óráig tartjuk a táncórákat.